Ma kezdődik Matteo Salvini tárgyalása Szicíliában. A Liga vezetőjének azért kell bíróság előtt állnia, mert tavaly nyáron még belügyminiszterként nem engedett kikötni egy migránsokkal teli hajót. A politikus azt mondta, nem bánta meg tettét, mivel ő a népét védte az illegális bevándorlással szemben. Sárközi Júliát kapcsoljuk most Rómában. Júlia, 9 órakor kezdődik a tárgyalás. Pontosan mi a vád Salvini ellen? Jó reggelt kívánok! Bíróság elé állítanak, mert megvédtem a hazámat és határait. Bíróság elé állítanak, mert ember életeket védtem, nem engedtem, hogy Olaszország Európa migráns táborává váljon. Bíróság elé állítanak, mert tiszteletben tartottam a törvényeket, és megpróbáltam megállítani a migránsokat szállító nem kormányzati szervezeteket. Így nyilatkozott Matteo Salvini, mielőtt megjelenne, volt belügyminiszterként a szicíliai Catania úgynevezett miniszter bíróságán, hiszen volt belügyminiszterként hallgatja meg az előzetes vizsgálati bírónak a döntését, aki úgy rendelkezhet, hogy további előzetes üléseket tartanak, és majd ennek a végén döntik el, hogy megalapozottak-e a vádak. Salvini ügyvédeivel jelentkezik, ott lesz természetesen a katalán ügyészség képviselője is, aki többek között hivatali hatalommal való visszaéléssel, a nemzetközi konvenciók megsértésével és a hajón tartózkodó személyek szabadságának a korlátozásával vádolja a volt belügyminisztert. Az ügy a Gregoretti olasz katonai hajót érinti, amely tavaly július utolsó napjaiban majdnem egy hétig várakozott arra, hogy a fedélzetén levő migránsok partot érthessenek. A betegeket és a várandós nőket leszállították, mintegy 100-an, 110-en maradtak a hajók, és az akkori belügyminiszter Matteo Salvini a partra szállásokat ahhoz a feltételhez kötötte, hogy Európai Uniós tagállamok önkéntesen szétosszák kisebb csoportokban a migránsokat, tehát a befogadásuk terhe ne Olaszországra háruljon teljes egészében. Matteo Salvini néhány nappal ezelőtt egy több mint 50 oldalas védekezési iratot bocsátott nyilvánosságra, amiben hangsúlyozta, hogy nem követett el bűncselekményt, a törvényeket tiszteletben tartotta, hiszen az általa képviselt kormány közötte Giuseppe Conte miniszterelnök és Luigi Di Maio, az Öcsillag mozgalom akkori politikai vezetőjével egyetért döntöttek a kikötők lezárásáról és az európai szétosztásról. Salvini mellékelt az Európai Bizottsággal folytatott akkori levelezést is. Egyébként korábban úgy nyilatkozott, hogy kész akár börtönbe is vonulni, csak azért, mert miniszterként kötelességét teljesítette és megvédte az olaszokat és hazáját az illegális bevándorlástól és az embercsempészektől. Hangsúlyozta, hogy egyébként ebben a migráns csoportban később két embercsempészt is azonosítottak. Alkotmányjogászok is úgy vélik, hogy precedens nélküli, hogy egy minisztert miniszteri tevékenysége miatt citáljanak bíróság elé, hiszen korábban is álltak már Olaszországban is politikusok bíróság elé, de őket magánemberként, esetleg vállalkozóként elkövetett gazdasági bűncselekményért idézték bíróság elé. Salvini esetében viszont precedens nélküli az, ő is azt mondta, hogy talán egyedülálló Európában, hogy miniszteri munkája végzése miatt szólították bíróságra. A várakozások szerint körülbelül 9 órakor kezdődik ez az előzetes ülés, és talán egy óráig tart. A ma reggeli sajtótalálgatások szerint Salvini akár még fel is szólalhat, hogyha a bíró ezt engedélyezi, egyelőre ügyvédeivel egyezteti majd azt, hogy ott ezen az előzetes ülésen milyen jogi stratégiát, taktikát követhet majd. Közben egy évvel ezelőtt egy másik civil mentőhajó, az Ocean Viking 11 napig nem kapott kikötési engedélyt. A baloldali kormány tagjait azonban nem állítják bíróság elé. Hogyan reagál erre a közvélemény, illetve Salvini pártja? Tavaly Matteo Salvini belügyminisztersége idején is folyamatosan egymás után érkeztek a migránsokkal teli hajók, közöttük számos civil hajó is. Gondoljunk itt például Carola Rackete német kapitányra, aki a Szivacs hajóval áttörte az olasz katonai hajóblokádot, és mégiscsak kikötött a dél-olaszországi szigetek partjain. Gondoljunk a Dicsotti olasz katonai hajóra, amelynek esetében Matteo Salvinival szemben nem mentették, nem vonták meg a mentelmi jogát, tehát nem volt folytatás az ellene indított
folytatott vizsgálatnak. Van egy másik, ugye az Open Arms civil hajó is, amelyben szintén vádat emeltek Salvini ellen, és Salvini belügyminisztersége után érkezett az Ocean Viking, az Ocean Viking hajó, szintén külföldi civil szervezet, amely több mint 10 napig várakozott, már az új kormánnyal, egy új belügyminiszterrel, ebben az esetben azonban nem indult vizsgálat. Ami a közvélemény hangulatát illeti, el kell mondani, hogy ez a mai előzetes bírósági ülés belpolitikai jelentőséggel bír, hiszen egy kicsit a jelenleg olasz politikai viszonyok, feltételek, körülmények elevenednek fel Catania utcáin. A város majdnem teljesen lezárták, hiszen Salvini mellett és ellene is tüntetést rendeznek. Engem is állítsatok bíróság elé, ez a Salvini melletti szolidaritási tüntetésnek a jelszava, csatlakozott az olasz testvérek elnöke Giorgia Meloni, a Hajrá Olaszország alelnöke Antonio Tajani, és Giorgia Meloni azt hangoztatta, hogy tulajdonképpen Salvini védelmével az olasz demokráciát és alkotmányt veszik védelmével, de lesz ellentüntetés is, mi nem Salvini mellett állunk jelszóval, szélsőbaloldali csoportok, civil szervezetek, közöttük az olasz civil szervezet Mediterránea is csatlakozik, amelyet az a személy vezet, aki 2001-ben majdnem teljesen szétverte Genova városát az akkori G7-es csúcs találkozó alatt, tehát ilyen szélső baloldali csoportokról beszélünk, valamint csatlakozik ugyan pártzászlók nélkül a jelenlegi baloldali kormányerő, a Demokrata Párt, amit Matteo Salvini is felháborítónak vezetett még néhány óra, és kiderül, hogy Matteo Salvini volt belügyminiszter ügyében, a bíróság hogyan tönt, további üléseket tartanak-e, vádat emelnek, vagy pedig elvetik az ügyészek vádát, vádjait a volt belügyminiszterrel szemben. A tárgyalással és a tüntetésekkel kapcsolatban is kapcsolunk még a délelőtt folyamán. Egyelőre viszont köszönjük Sárközi Júliának.